Európa Liga helyezést is elérhetünk a bajnokság végén. A Paks labdarúgó csapata a negyedik helyen zárt az őszi szezonban az NB1-ben. A felkészülés alatt a Honvéddal, a Soroksárral, legutóbb pedig a másodosztályú Sziget-Szent Miklóssal játszottak edzőmérkőzést. Csertői Aurél, a csapat vezetőedzője, elégedett együttesével. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit elterveztünk, azt meg is valósítottuk. Szerencsére nem hátráltattak minket sérülések. Jó úton haladunk, ebbe a periódusban megfelelő volt a játék is, a játékosok hozzáállása is jó. Úgy érzem, hogy ha így tudjuk folytatni, akkor jól felkészülünk a tavaszra. A Honvédnél sajnos kikaptunk 3-1-re, de ezeken a meccseken nem az eredményen van a hangsúly. Persze Csertőről mindig azt mondta, hogy ezeket a meccseket is meg kell nyerni. Tehát mi is úgy megyünk ki a pályára, hogy minden meccset meg akarunk nyerni. Ez volt a második felkészülési mérkőzésünk, győzelemmel zárult, hát remélem, hogy így folytatódik majd továbbra is a felkészülés. A tavaszra kitűzött célokról Csertői Aurél óvatosabban fogalmazott, mint játékos a Kesztyűs Barna, de mindketten bíznak benne, hogy a lehető legjobb teljesítménnyel előkelő helyen végezhetnek a bajnokságban. Próbálunk azért előbe tekinteni, így van, vannak lehetőségeink, de viszont a mögöttünk lévők is csak egy pontra vannak tőlünk, tehát nagyon szoros a középmezőny. Hát jó teljesítményt kell nyújtani, hogy ebben a pozícióban meg tudjunk maradni, vagy előbbre lépjünk. Nem reális cél, ugye, hogy megyünk a bajnokságot, de természetesen azt szeretnénk. De ha reálisan nézem viszont a bajnokságot, akkor úgy gondolom, hogy van ebbe a csapatban annyi, hogyha még jobban odafigyelünk a végére, meg az egész második fél évre, akkor úgy gondolom, hogy Európa Liga helyezést is elérhetünk a bajnokság végén. Érkező játékosokról nem számolhatunk be a Paksnál, nem terveznek erősítést. Távozik azonban Fröhlich Roland, aki Mezőkövesden folytatja pályafutását.